Németh Nyiba Sándor meséje, Gyalázatos és romboló. A tiszta égboltról a hold rikító fényével bámulta a megfáradt, kimerült embereket a kenyeri lánka parton, a dombos gyep lankán várták a nap ébredését. Mirabel és Maximilián, Szuki kutya és Kőke vakarcs kíséretében elindultak a lánka patak folyásának irányába, elemlámpával megvilágították a vizet, megbámulták a békák ugrálását, a halak ficánkolását. A gyerekek könyörögtek Irén mamának és Sanyi papának, hogy vigyék el őket a vörös hátúak otthonában, ahol annak idején rátaláltak. Szinte annyira jól lehetett látni a hold fényében, hogy a megszélesedett patak tóvá alakult az elmúlt időszakban, és megengedték a nagyszülők, hogy fürödhetnek, de csak a szélén. Itt-ott felbukkant egy mosómennybe nyöszörgő borz, madárcsicsergés ébresztette a hajnalt. Lubickolás közben hatalmas csobbanással lettek figyelmesek, de nem derült ki, hogy mi okozta a jelenséget. Néhány perc múlva egy újabb csobbanás, amit már egy röfögő hang is követett. Mindannyian fölkapták a fejüket, Irén mama mondta, hogy most már indulni kell haza, mert egy nap, egy éjszaka nem aludtak. Váratlanul egy prüszkölő, fröcskölő hang rázta meg a környéket. Ekkor már Sanyi papa is felkapta a fejét, kiáltott: azonnal gyertek ki a vízből! Mira és Maxi üdvriálgásba kezdett, amikor megpillantottak a tó közepén egy bébi vízilovat. Nem értették, hogyan kerülhetett a vízbe, mikor Magyarországon nem élnek szabadon. Először óvatosak voltak, féltek, hogy a szülők is a közelben vannak. Egyre bátrabb lett a kis víziló, friss füvet szedtek a gyerekek, felkínálták a kis bébinek, és elfogadta a kezükből. Megsimogatták az orrát, fülét, amit külön mozgatva megrázott. Majd hirtelen otthagyta a gyerekeket, futott a nyárfák irányába, vele szembe egy bébi orrszarvú rohant ugrándozva. A látványtól értetlenül összedugták a fejüket, és kifakadtak. Hogy a fenébe kerültek ide vadállatok, akik Afrikában élnek? Gyula bácsi, a pásztor, itatni hozta a birkákat a lánka partjára, meglátta a jövevényeket, fennhangon mondta, hogy házról házra jár a hír, hogy a budapesti cirkusz két kis állatot keres, akik elvesztek ismeretlen körülmények között. A kis víziló bújócskás játékot játszott a cimborájával a nyárfák között, de mindig előkerültek. A gyerekek elnevezték őket, a víziló lett a gyalázatos, mert a buci orrával gyakran fellökte őket, az orrszarvú a romboló nevet kapta, mert útközben két szénakazlat felborított. Rövid idő alatt szinte egymáshoz nőtek a gyerekek és az állatok. Mira és Maxi ment elől, ők meg követték őket, de tekingettek vissza a lánka folyó vízére. Éppen az utcán játszottak a Szabó és a Wexley és a Csuka gyerekek, akikkel már az évek folyamán jól összebarátkoztak, azonnal hozzájuk csapódtak. Kinyitották a kaput, hogy könnyedén be tudjanak menni az udvarra, Sanyi papának támadt egy jó ötlete. Megkérte a gyerekeket, hogy a Baromfi udvar mögött lévő kertben ássanak egy nagy gödröt,
és a kútból hordják tele vízzel. Nem volt kis feladat, de azonnal munkához láttak. Délutánra el is készült, és a két új lakótárs birtokba vette az újonnan készült úsztatót. A nagy meleg elől néha úgy elmerültek, hogy csak az orruk látszott ki, és sugárba fújták ki a vizet, amitől szétszaladtak az udvarban lévő állatok, hiszen ők sem értették, mi a csoda történik. Szuki és Bakarcs nem tágított a medence szélétől. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a medence szélén dagonyázó gyalázatos és romboló hátán nyulak ugrálnak. A barátok kiengedték őket legelni a friss fűre. Az utcából összegyűlt gyerekek friss füvet szedtek a kis bébiknek a közeli határban, miközben Mira és Maxi a felgyógyult kis varjukat magukhoz vették, és visszavitték a szüleikhez arra a helyre, ahol éltek. Maxi felmászott a fára, visszatette a varjukat a fészkükbe, kis ételt is hagyott ott nekik. A varjumama és papa ott köröztek a fészek körül. Siettek vissza a kis orrszarvúhoz és vízilóhoz. Az öreg ház felől már hallatszott a gyermekzsivaj, mikor beléptek a kapun, már a kenyeri faluban élő összes gyerek ott sürgött, forgott, gyalázatos és romboló körül. Mekond, a postás bácsi, sürgős távirattal érkezett a cirkusztól. A levélben az állt, hogy a kis állatokat kerítésen kívül ne engedjék, mert záros határidőn belül jönnek értük. A hír hallatán a gyerekek elszomorodtak, de a napnyugta után megjöttek a gyerekek szülei. Hosszas mesélésbe kezdtek, s elmondták, hogy rövid időn belül hatalmas állatok lesznek, és megfelelő helyen kell tartani őket. Próbáltak a szülők hatást gyakorolni a gyerekekre, hangzott a szó, indulás hazafelé. A gyerekek síránkoztak, és végül kikönyörögték, hogy hadd maradjanak itt, még el nem viszik az állatokat. Utolsó éjszakát töltik az unokák a nagyszülőknél. Irén mama már figyelmeztette őket, hogy holnap 10 órakor indul a vonat, pakolják össze a holmiukat. Miközben csomagoltak a testvérek, szomorkodtak, de mégis vidámság költözött a lelkükben, hisz tudták, hogy holnap már Budapesten a saját otthonukban alszanak, de ennek ellenére jó volt hallgatni a vízben prüszkölő, lubickoló, rombolót és gyalázatost. Így tértek nyugodtan.